Ukrajnában szeptember 1-től három oktatási forma lesz majd az iskolákban, minden megyében az ottani biztonsági helyzettől függően, jelentette be pénteken Denis Smihál miniszterelnök a kormányülésen. Smihál úgy fogalmazott, hogy a megyei katonai adminisztrációknak figyelemmel kell kísérniük a közösségek biztonsági helyzetét. A fenyegetettség mértékétől függően fogják jóváhagyni az oktatási formát, ami lehet jelenléti, online vagy vegyes módon történő oktatás is. A kormányfő kiemelte, ahol veszély fenyegeti a gyermekek életét vagy egészségét, ott a távoktatást fogják alkalmazni. A helyi önkormányzatok ismerik a legjobban a saját közösségeik helyzetét, ezért a képzés formáját illetően a végső döntéseket a helyszínen hozzák meg, tette hozzá. A miniszterelnök szerint jelenleg az oktatási intézmények 68%-a rendelkezik különféle típusú óvóhelyjel. Ez több mint 4,5 millió diák és tanár elhelyezését teszi lehetővé, ami viszont nem elég. A helyi hatóságoknak aktívabban kellene cselekedniük. A kormány még áprilisban másfél milliárd rivnyát különített el óvóhelyek kialakítására, szögezte le Denis Mihál.